És már itt is van mellettem Olá Gergő, énekes, hello, szevasz. Hello. És elhoztam nekünk a, hát mondhatjuk még azért legújabbnak, hát nincs még egy hónapja kevés megjelent videóklipedet, ami az Érted Élek címet kapta. Szerintem nézzük is meg, utána folytatjuk, mit szólsz. Igen, szuper, play. Tudom, hogy még nem elég, ami gyönyörű, hamar elég. Szorítom a kezedet, behunyom a szememet. Lássam! A homokban szaladom, lábnyomaidban ragadom. Ezer mosolyodban kutató, eredő, áradó. Érzés, ami szétszakít, fény, ami megvakít. Legyél a levegő, a szerető, a temető. Az éjjel égető, a hajnalban nyugtató. A velem ébredő, a veled álmodó érzés. Te vagy a föld és az ég. Te vagy a kezdet, a vég. Még mindig érted élek, más élet. Nem kell, nem soha már. Az idő, ahogy tovasszán, minden tavaszra nyár. Soha őszt nem lát. Csillagokon keverünk, tiszta szívből szeretünk. És amit keresünk, az a csoda megvan már rég. Te vagy a föld és az ég. Amit kaptam, és meg, visszaadnám, bár sosem kérted. És amit adni tudnék, már nálad van rég. Te vagy a föld, az ég, a kezdet és a vég. Te vagy a föld és az ég. Na, Gergő, azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút rendben van. Tehát, igen. Na, tehát, természetesen már rádióban hallottam egyébként, de a klipet ugye én is most láttam, úgymond először. De tényleg, zeneileg, szövegileg, tényleg mondani valója beszél pár szót. Hál' Istennek magyarul van, úgyhogy sokan megértik, miről szól. Igen. Hát, fontos mondani valója van, és elég személyes lett a dal. Ugyanis a feleségemnek írtam. És neki ajánlottam ezt a dalt, mert szerettem volna neki megköszönni azt a sok dolgot, ugye, hogy mellettem állt mindig, mindenhol, minden téren, minden dologban. És úgy gondoltam, hogy így megajándékozom őt egy dallal, de egy olyan dal szerettem volna neki írni, amivel más is tud azonosulni. Tehát a többi szerelmes is tudjon ezzel azonosulni, úgyhogy erről szól a dal, hogy ő az a lány, akiért élek. Akkor most már értettem, hogy láttam azt egyébként, hogy a klipben azt hiszem két gyűrűt. Igen. Az a hűséget jelképezi a klipben, hogy örökké együtt leszünk. Sokszor csinálsz egyébként ilyet, olyan számokat hozol ki, amiben mindenki megtalálja saját magát? Én erre törekszem, igen, mindenképpen, hogy olyan dalokat tudjak énekelni és előadni, amivel tudnak azonosulni az emberek, és esetleg tudnak valami üzenetet maguknak
adni, vagy maguknak venni a dalból, úgyhogy én mindig erre törekszem, hogy mindig legyen a dalban valami olyan dolog, amivel tudok üzenni az embereknek, és tudnak vele azonosulni. Tehát mondhatjuk azt, hogy kicsit ilyen tanító jelleggel, gyakorlatilag, akár, na. Ugye ezt már beszéltük, hogy lassan egy hónapja került fel a videó megosztó portára. Milyen visszajelzéseket kaptál? Pozitív, negatív, nézed-e egyáltalán? Nézem, mert eddig csak pozitívat kaptam, és mindenkinek nagyon tetszik, és hát ugye érdekesség, hogy a feleségemmel forgattuk ezt a klipet, ő van benne, és ez is nagyon sok mindenkinek tetszik, hogy nem egy más személy alakította az ő szerepét, hanem ő maga, ő saját maga alakította, úgyhogy ez is nagyon sok mindenkinek tetszik, hogy ő van benne a klipbe, és mindenkinek tetszik a dal is, úgyhogy nagyon örülök, ez az első olyan videóklipem, ugye, ami tényleg táncolok is benne, zongorázok, ott van a feleségem, úgyhogy szerintem nagyon jó lett, mi is szeretjük. Uh-huh. Mindig is meg akartam kérdezni, egyébként csak hát még lehetősége nem volt, te vagy egy tehetségkutatónak a harmadik évadában, azt hiszem, lettél a győztese, ez így szakmán belül, ez így hogy jön vissza? Tehát kihozod a klipet, és akkor ugye a szakmai, tehát nem kapsz egy kisebb bélyeget emiatt egyébként? Erre nagyon kíváncsi lennék. Hát figyelj, ezt mindenki máshogy nézi szerintem. Uh-huh. Ha a szakmát nézzük, akkor ugye vannak, ez egy olyan dolog, hogy az X-faktor, bocsánat. Haladjunk. Jó, igen. Ez egy olyan dolog, egy hogy... Egy kisebb tévécsatorna, tehetségkutatója, mindegy, igen. Ez egy olyan dolog, hogy ez a verseny, ugye van az ember, aki lépcsőfokozatonként kiárja az utat, és nagyon hosszú idő alatt ér el oda, hova szeretne. Ez a verseny pedig olyan, mintha beszállnál egy liftbe, megnyomsz egy gombot, és bum, azonnal fönn vagy a századikon, ugyanis ez egy pár hónap alatt megadja azt az ismertségi szintet, ami másnak lehet, hogy évekbe kerül. Úgyhogy ezt azért elég nehéz is feldolgozni, és biztos, hogy vannak a szakmában olyan emberek, akik ezt nem is annyira jó szemmel nézik, hogy nézd már pár hónap alatt, most ő felkerült oda, amit én felépítettem 10 év alatt, vagy 5-6 év alatt. De mondjuk, hogyha tehetség adott, akkor ez nem is lehet olyan kérdés, igen. Mivel nem mondhatjuk el azt nagyon, hogy te lustálkodsz egyébként. Hát nem szeretnék lustálkodni semmiféleképpen, és nagyon nem is szeretnénk semmit tevésbe lenni egy napig sem. Úgyhogy most rajta vagyunk azon, hogy tervezzünk is, és előre, több évre is akár. Úgyhogy most ezeket csináljuk, készítjük a lemezemet, elkezdtük a nagy lemezt csinálni. Úgyhogy most a több időt ez veszi igénybe, a dalok írása, a megtervezés, hogy milyen dalok lesznek a lemezen, duettek, meg több zeneszerzővel fogunk dolgozni, nagyon jó lemez szeretnék összehozni. Na hát, hogyha mondtad ennyiszer, hogy lemez, akkor maradjunk kicsit ennél a témánál, mikor szeretnéd nagyjából ezt így piacolni? Két hónapon belül szeretnénk, hogyha így minden egybe lenne és megjelenne. De hát ugye nagyon sok tényező van ezzel kapcsolatban, de minél hamarabb szeretném, tehát még így a nyár eleje előtt szeretném, hogy ez kijöjjön, de nyár elejére mindenképpen szeretném, hogy megjelenjen a lemez. És akkor azért nyugtass meg egyébként, hogy te azok közé, az előadók közé tartozol, akik szeretik a kezükben fogni a lemez. Tehát, hogy nem feltöltött különböző letöltő oldalakra, hanem teljesen kézzelfogható lesz gyakorlatilag. Igen, sajnos hát most már nem elég menő, úgy mondjam, a CD, a kézzel fogható dolog, és inkább online letöltik az emberek. Persze ott is megtalálható lesz majd a lemez, és letölthető lesz, de mi szeretnénk arra törekedni, hogy azért tényleg kézzel fogható mégis, legyen. Mégis az ugye szép, az elegáns formája, hogy a kezemben. Igen. Nekem fontos ez. Meg hát a rajongó gondolom, akkor úgy is, hogy ezt szeretnék. Ha már mondtuk, hogy rajongó egyébként, akkor milyen kapcsolatot ápolsz velük? Facebookon pörögsz rendesen? Igen. Nagyon fontosnak tartom. Szerintem, és örülök is ennek a dolognak, hogy vannak ilyen internetes oldalak, ahol megoszthatod, hogy éppen hol vagy, éppen mit csinálsz. Gyorsan én is kiírtam, hogy most itt vagyok, és kapcsoljanak ide. Jól tetted? Igen, szerintem nagyon fontos is, és ott tudom velük ápolni a kapcsolatot, mert kíváncsiak ugye arra, hogy mi történik velem, és én is tartom velük a kapcsolatot, válaszolok nekik. És nekem van egy pici mag, ami már egyre nagyobb lesz. Van egy OGFC nevezetű ilyen zárt csoport, ahol csak azok a tényleg az igazi fanok vannak, és talán már több mint 40-en vannak úgy összesen.
Úgyhogy úgy nagyon örülök nekik, és ők mindig jönnek fellépésre velem is, és bármikor számíthatok rájuk, úgyhogy ennek nagyon örülök. Őrült rajongókban is van azért pár? Hát akik szó szerint követnek? Vagy ez azért elég erős kifejezés? Ne, hát nekem nincsenek ilyen őrült. Nincsenek ilyen őrült rajongók. Nekem ilyen nagyon ügyes, intelligens rajongói vannak. Hál' Istennek, remélem így is van. A rajongók, hogyha teszem be egyébként, hogy ilyen Olá Gergő koncertet, az hogy kell elképzelni? Tehát abszolút gyakorlatilag a közönséggel teljesen együtt mozogsz, nem csak az a jó, oké, velünk együtt, és akkor utána lemérjük. Sónám. Azt tudni kell, hogy ugye nekem ez volt az álmom, mint ahogy sok mindenkinek, hogy ezt csinálhassa, hogy színpad, hogy járja a színpadokat, városokba léphessen föl. És ugye hát én ezt megkaptam, és nagyon örülök ennek. És hát ugye én amikor fellépek, fellépésem vagyok, a színpad nekem az valami olyan, mint másnak például valami függőség. Tehát, mintha valaki függő lenne valamiben, nekem a színpad lett a függőség. Amikor fellépek a színpadra, akkor már nekem úgy mutatják, hogy le kellene, hogy gyere, mert alig bírnak leszedni a színpadról, mert annyira szeretek ott lenni, és szeretem a közönséget, ugye? És hát én mindig belevonom őket a koncertbe. Mindig csinálok például olyat, hogy közös tánclépés, mutatok nekik egy tánclépést, aztán együtt nyomjuk, mit tudjam, hogy 500-an, vagy 600-an, vagy akár 1000-en is volt már olyan is, hogy együtt táncoltunk közösen egy lépést. Úgyhogy én mindig belevonom őket valahogy, és nagyon szeretem ezt csinálni. A tánclépés, hogy ott eszembe, hogy miközben néztük a klipet, említetted nekem, hogy most valami tánciskolával töröd a fejed, mesélj el egy kicsit, mi ez? Igen, egy tánctanfolyamról van szó, Shake Dance tánctanfolyam a neve, és hát ez már elindult, bár most egy picit szüneteltettük, most elkezdtük a lemez munkálatait, meg vannak egy-két dolgok, úgyhogy most egy picit szünet alatt tánsuli, és hónap végén és április elején újra fogjuk indítani. Már gyakorlatilag te itt, mint tanár? Igen, tanítom. Igen. Én tanítok, és a feleségem is. Ő is ott táncol, és tanít ő is majd. Kis családi vállalkozás. Igen. És hát ott mindenféle tánc van nekünk. Van hip-hop latin, és van ugye a shake dance, amit úgy mi találtunk ki a feleségemmel, és ezt szeretnénk. Ez inkább egy ilyen intenzív mozgás jellegű, mint inkább művészeti és bármi más jellegű. Úgyhogy szeretnénk ezzel is adni az embereknek, hogy jöjjenek, táncoljanak, érezzék jól magukat. Még ha valaki nem is tudja jól táncolni, tök jó, ilyen pont ezt akartam, egy csapatépítő, tök jó. Igen. Aha, program, nagyon jól hangzik. Figyelj, Gergő, azzal, hogy te nyertél egy bizonyos tehetségkutatót, és a rádiók ömlesztik gyakorlatilag a számaidat, van még egyébként hova tovább? Tehát, hogy olyan kifejezett célok, mit tudom, mondjuk erre az évre mondjuk még vannak, vagy az állandó fennmaradás, esetleg külföld? Hát ez mind, amit most így felsoroltál. Igen, hát szeretnék ugye, ebben az évben, ahogy kész lesz a lemezem, szeretnék lemezbemutató koncertet, lemezbemutató koncerteket, kisebbeket, és szeretnék, remélem, egy nagyobb is majd összejön. És hát, hogy őszinte legyek, megfordult a fejemben, hogy külföldi irányban is nyissak és próbálkozzak, de lehet, hogy ezzel még várok, még egy picit, de majd szerintem lehet, hogy ezt is megpróbáljuk. Úgyhogy, hát, gyártom az új dalokat, remélem, hogy lesznek is minél több dalaim, amit ugyanúgy majd játszanak a rádiók, és szeretik az emberek. Úgyhogy elsődleges, rövid távú célom ez, hogy mindig gyártsam az embereknek, a közönségnek a dalokat, amiket szerethetnek. Na, Gergő, bízom benne, hogy így lesz, aztán majd visszavárunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget.